Kellő körültekintéssel elkerülhető a baj, kánikula várható a következő napokban. Viszik, mint a cukrot, mindenki a magyar dinnyét keresi. Számolnak és kérdeznek, sikeres a diákmunka program a Tükebusz ZRT-nél. Védik a pécsi platánokat, a csipkés poloska ellen permet ez a biokom. Szerda esti híradónkat látják, köszöntöm Önöket! A következő napokban igazi kánikula várható, a hőmérséklet tartósan 30 Celsius fok körül alakul majd. A meleg időjárás miatt egyre többen keresik fel a természetes vizeket, strandokat vagy épp kirándulni indulnak. A katasztrófa védelem szerint kellő körültekintéssel és a szabályok betartásával biztosan gondatlan lesz a kikapcsolódás. Csak néhányan futottak és napoztak szerda kora délután a Malomvölgyi tónál, a vízben most senki nem merészkedett bele. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabad vizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyeken fürdőzni. Az elmúlt időszakban több halálos áldozatot is követelt a nem kijelölt helyen való fürdőzés. Júniusban történt Baranya megyében egy tragédia, Szigetváron egy 19 éves fiatal férfi halt meg a szigetvári csónak ezottóban, ezért mindenképpen arra kérjük a lakosságot, hogy csak kijelölt strandhelyen fürdőzzenek, hiszen a nyílt vizeken hirtelen mélyülhet a meder, illetve ismeretlen tárgyak lehetnek a vízben, valamint a sodrás is erős lehet, ezért itt semmiképpen nem szabad füldeni. Felhevő testtel és teli gyomorral semmiképpen nem menjünk a vízbe. Kaszanet elmondta, a tavasz és a nyári időszakban gyakran találkozhatunk a szabadban méhekkel és darazsakkal. A hőség miatt pedig fokozottan jelennek meg a rovarok ott, ahol vizet is találnak. A szakemberek szerint, ha valaki tudja magáról vagy hozzátartozójáról, hogy allergiás valamelyik rovar mérgére, mindig hordjon magával első segélykészletet, melyben adrenalin tartalmú autoinjekció van. A nyári időszakban gyakran csapnak le a viharok, hirtelen lokálisan nagy mennyiségű esővel, erős széllel járnak ezek az időjárási jelenségek, ezért arra kérjük a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel a meteorológiai riasztásokat és tájékoztatókat, és amennyiben a térségüket ilyen vihar érinteni, az értéktárgyaikat helyezzék biztonságba, illetve ők is, a lakosság is húzódjon biztonságos helyre. A katasztrófavédelem szerint kellő körültekintéssel és a szabályok betartásával biztosan gondtalan lesz a kikapcsolódás. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség a Hársfa utcai gyilkosság ügyében. Az emberölés még 2013. decemberében történt. A rendőrség a déli órákban találta meg a 75 éves Hársfa utcai nő holttestét. Az esetet követően 6 órán belül a rendőrök megtalálták a feltételezett tettest, az 50 éves C. Lászlónét. A gyilkos beismerte tettét és azt is vállalta, hogy elvitte az idős hölgy ékszereit. Az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottal szemben a rendőrök a nyomozást július 14-én befejezték, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek megküldték. Elsodort egy gyalogost egy személyautó eddig tisztázatlan okok miatt Egyházas Kozár belterületén 6 óra 45 perc körül. A gépjármű az ütközés után az árokba hajtott. A baleset következtében a gyalogos az elsődleges adatok alapján súlyos sérüléseket szenvedett. Őt mentőhelikopter szállított a kórházba. A baleset körülményeit a komlói rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Eltűnt lányt keresnek. A fiatalkorú Fülöp Beatrix június 14-én a szentlőrinci lakásotthonból ismeretlen helyre távozott. Azóta hollétéről nincs információ. A képen látható lány körülbelül 165 cm magas, 45-50 kg testsúlyú, hátközépig érő barna hajú. Eltűnésekor világos színű sportcipőt, sötétkék színű farmernadrágot, csíkos pulóvert és barna kabátot viselt. A szigetvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Fülöp Beatrixet felismeri, és jelenlegi tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a szigetvári rendőrkapitányságon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöldszámán, illetve a 107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. Napról napra egyre kelendőbb a mézédes hazai dinnye. Az itthon megtermelt nyári csemege néhány hete jelent meg a piacon, azóta azonban jelentősen mérséklődött az ára.
Három hét alatt csak nem 100 forinttal lett olcsóbb a görögdínye kilója. Félbevágva, negyedelve, de egészben is kelendő a vajszlói görögdínje. És már repesszik. Az idén a sok csapadék miatt a szokottnál is nagyobbak a gyümölcsök, a cukorfoka azonban nagyon magas, ezért is olyan ízletes. Mennyire fontos az, hogy magyar legyen? Feltétlen, ez feltétlen fontos legyen, hogy magyar legyen, és magyar termelőtől vásároljunk. Az íze is más egyébként? Igen, igen, mindenképpen más. Hiába lehet már júniusban a hazai árusoknál olasz, spanyol vagy éppen Görögországból származó dinnyét kapni, mindenki a magyart keresi, mondják a termelők. Mindenki a magyar dinnyét keresi. Nincs olyan vásárlónk, aki ne a magyar dinnyét keresné egyébként, mindenki úgy jön. Most már folyamatosan érnek a hazai fajták, egy-két héten belül már lehet kapni a később érő sötét zöld héjú görögdinnyét is. Nagyjából 3 hete 290 forintról indult a magyar dinnye kilója, ez csökkent 240-re, majd 220 forintra, most pedig már 179 forintért árulják átlagban a termelők. A dinnye szezon még jó pár hétig eltart, és ellentétben a népi hiedelemmel, ami úgy szól, hogy Lőrinc napja, vagyis augusztus 10-e után már romlik a gyümölcs minősége, augusztusban még biztosan lehet ízletes hazai dinnyét vásárolni. Július 25-én három megye ismét összefog a Dél-Dunántúlon, hogy közös erővel véradásra mozgósítsák a nyári időszakban is a baranyai, somogyi és tolnai lakosságot a zökkenőmentes betegellátás érdekében. Dombóvár, Mohács, Kaposvár, Nagyatád, Pécs és Szekszárd ad otthont az akciónak. A részletekről a helyi Vöröskereszt irodák adnak tájékoztatást. Aki a hat helyszín valamelyikén vért ad, egy doboz pécsi sört, egy mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdő belépőt, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat ajándékait kaphatja meg. Illetve megvendégelik a helyszínen étellel, itallal. Személyi igazolvány, taj és lakcímkártyája szükséges a július 25-i Dél-Dunántúli véradáshoz. 19 diákot foglalkoztat a Tükebusz ZRT a nyári önkormányzati diákmunkaprogram keretében. A tanulók három héten keresztül napi 6 órában látnak el feladatot a közlekedési cégnél. Kérdéseket tesznek fel az utasoknak, amelyből célforgalmi kimutatások készülnek. A program tavalyhoz hasonlóan idén is sikeres. Egy sor kérdésre ad választ ez az utas. Ő azok közé tartozik, akik elégedettek a nyári menetrenddel. A kérdéseket ezúttal diákok tették fel a járatokra várakozóknak. A Tükebusz ZRT 19 tanulót foglalkoztat a nyári önkormányzati diákmunkaprogramban. Számláló biztos vagyok, de most az én feladatom abból áll, hogy bizonyos napokon, amikor az a feladatunk, akkor utasokat számlálunk különböző járatokon, másik napokon pedig kérdőíveztetünk őket, hogy mennyire elégedettek a járatokkal, milyen célral használják őket, melyik megállóval esetleg átszállással utaznak-e. Ugye a lényeg az, hogy felmérjük azt, hogy mennyire váltak be az újfajta bevezetések a buszoknál, mennyire szükségesek a gyakori járatok, esetlegesen lehet-e ritkítani, vagy valamit kellene gyorsítani. Szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy mégiscsak suli mellett ezt kipróbáljuk magunkat a munka világában, úgyhogy szerintem ez erre nagyon jó lehetőséget ad. A kérdező biztosok dolgoznak itt az Uránvárosi és a Kertvárosi autóbuszállomáson is. A program a tavalyihoz hasonlóan idén is sikeres. Idén 19 diák dolgozik nálunk három héten keresztül, napi 6 órában. Ebből a 19 főből durván az egyharmada tavaly is részt vett nálunk, tehát már rutinos kikérdezőknek, utasszámlálóknak számítanak. A kérdésekre adott válaszokból készül egy statisztikai összeállítás. A nyári programban egyébként külön hangsúlyt kap a 20, 20A-as és a 120-as számú járatok célforgalma. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezekre a járatokra hol szállnak fel az utasok, mennyi a vidéki, mennyien veszik igénybe a főpályaudvari felszállóhelyet, illetve leszállóhelyet az érintett járatoknál, illetve a közelmúltban a nyári menetrenddel bevezetett 55-ös vonalával kapcsolatban, az új vonalvezetéssel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak az utasok véleményére. A csoport diákjai hétfőig dolgoznak a közlekedési cégnél, augusztusban pedig új fiatal dolgozók érkeznek majd. Platánfákat permetez Pécs területén a Biocom Kft. Július 17-e és 24-e között. A csipkés poloska ellen védekeznek. Ez a rovar kifejezetten a platánfák kártevője. A fák leveleinek nedvét szívják, ezért a sérült levéllemez már nem tud regenerálódni. Így fokozatosan elveszíti funkcióját,
a továbbiakban már nem tud táplálékot nyújtani a növény számára. Ennek következtében a platánok tönkre mennek. A kártevők a fa alatt, illetve annak kérgében a törzsön telelnek át, amelynek vegyszeres lemosásával igen jó hatásfokkal tudják gyéríteni a rovarállományt. A rovarok sajnos nem csak a növényekben okoznak kárt, hanem jelenlétükkel zavarják a lakosságot is. Életük nagy részét a fák koronájában töltik, de egy kisebb szél is képes onnan lesodorni őket, így könnyen bekerülhetnek a lakóházakba, gépkocsikba, vagy éppen az ember ruháján kapaszkodhatnak meg. 24-ig tart ez a művelet, az éjszakai órákban kell ezt megtennünk. Az állatokra, emberekre nem veszélyes ez a szer, a permetezés némi hanghatással jár, de igyekezzük ezt minél jobban tompítani. Ezúton szeretnénk fölhívni mindenki figyelmét arra, hogyha esetleg ilyen ismeretlen zajt hall, akkor a permetezésről is szó lehet. Nem lesz fizetős az egészségügy, jelentette ki az egészségügyi államtitkár. Zombor Gábor a Népszabadságban válaszolt a Rezidens Szövetség felvetésére, amely úgy számolná fel a hálapénzt, hogy bizonyos külön szolgáltatásokért, például a kezelőorvos megválasztásáért külön díjakat vezette be. Az államtitkár most a lapnak úgy fogalmazott, egyelőre nem dőlt el, hogy van-e létjogosultsága egy ilyen rendszernek. Hozzátette, a kezelőorvos megválasztására most is van mód. A hatályos jogszabályok alapján pedig, ha valaki a területi kórház helyett máshol kezelteti magát, akkor elméletileg fizetnie kellene ezért. Zombor Gábor úgy vélte, az egészségügy akkor kérhet többletforrásokat, ha a meglévőket hatékonyan költi el. De független közgazdászok szerint jelenleg 80-100 milliárdra rúg a nem jól felhasznált összeg. Még május elején számoltunk be egy akkor alig egy hónapos kis csikóról, aki a Misinánál várta az élelmezéséhez szükséges anyagi támogatást. A lovacska egy hetes korában került a Misina Természet és Állatvédő Egyesülethez, az életben maradásához pedig speciális tápra volt szüksége. A kis csikó mostanra jól van, egészséges és hamarosan lovak közé is engedhetik. Éppen etetés van. Kollár Lili a hétvégi rendszeres gondozója kis hercegnek. A kis csikó éppen 3 hónapja érkezett a Misina Természet és Állatvédő Egyesülethez. 3 óránként kell etetni a kis csikót, megeszik 3 üveg tejet, arra kell figyelni, hogy nem alszol ránk, és hogy ne essen ki a szájából a cumit. 26 kg-os volt a lovacska, amikor ide került. Most már közel 70 kg felé jár a súlya. Jó étvágya van, sikerült a speciális tápot biztosítani számára. Még iszta a tejporos tápot, de egy hete már szemes tápot és zabot is szabad ennie. Úgy tűnik, hogy azért sikeres volt a felnevelése, úgy tűnik, hogy azért kaptunk hozzá támogatást. Vannak olyanok, akik például itt dolgozó kolléganők is, akik rendszeresen támogatják a felnevelését, de a korábbi támogatók is megmaradtak és segítettek ebbe. Hadd mondjam el még egyszer, nem egy olcsó dolog, hiszen ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag heti 30-40 ezer forint ennek a költsége. Tehát azt gondoltuk, hogy ezt mindenképpen meg kell tennünk. Egészséges körülmények között egy csikót 5-6 hónapos korban választanak el az anyától. Kis herceget azonban már egy hét után el kellett hozni, hogy el ne pusztuljon. Gondos nevelés vár még rá, hiszen a tápláláson kívül a szocializálódása is fontos feladata lesz a gondozóinak. Eddig egymaga volt az istállóban, hamarosan viszont meg kell ismerkednie a ménes törvényeivel, és első lépésként összeköltöztetik egy idősebb kancával is, hadd tanuljó lóhoz méltó viselkedést. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Több mint 200-an fulladnak vízbe évente Magyarországon. A hazai szabadtéri vizek közül a legtöbb áldozatot a Duna követeli. A halálesetek túlnyomó többségét pedig az emberi felelőtlenség okozza. A megyei katasztrófa védelem ezért azt tanácsolja, hogy csak ott merészkedjünk a vízbe, ahol van direkt fürdőzésre kijelölt hely. Még 2012 nyarán egy 16 éves fiú fulladt a Duna bátai holtágába. Tiltott területen indult fürdeni. Késő estig tömegek keresték, akkor tűnt el, amikor két fiatalabb úszni nem tudó testvérét próbálta kimenteni az erősodrású folyóból. Ezek már idei képek, júniusban egy 18 éves fiatalember fulladt a szigetvári csónakháztóba. Bár a helyszínen tábla tiltja a fürdést, a fiú mégis bemerészkedett a vízbe. Országos viszonylatban évente 200-nál is több áldozata van a hazai vizeknek, melyek közül a Duna követeli a legtöbb ember életet.
A balesetek többségét a fürdőzők felelőtlensége okozza, mondja Boros Brigitta, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője. Nagyon fontos, hogy csak arra kijelölt helyeken fürdőzzenek, és fontos, hogy felhevült testtel ne menjenek a vízbe. Nyilván gyerekekre nem jellemző, de felnőtteknek is felhívjuk a figyelmét arra, hogy alkoholos állapotban sem menjenek a vízbe, és hogy az előbb is mondtam, csak arra kijelölt helyeken. Fontos tudni, hogy a Duna teljes magyarországi szakaszán tilos a fürdés. A Dunában annak erős sodrása és hullámzása miatt nem elég az úszásjártasság sem, hiszen azok közül, akik a folyóban lelték halálukat, 10-ből 8-an tudtak úszni, ráadásul általában a parttól mindössze 15-20 méterre fulladtak vízbe. Privatizációtól óvná meg a Bahartot Siófok. A város önkormányzata felvásárolná a balatoni hajózás értékpapírjait, megelőzve ezzel azt, hogy apránként árusítsák ki a céget, ahogy az a Siótúrral is történt. Bahart értékpapírokat vásárolt Siófok városa, ezzel együtt most 43%-os részesedése van a cégben. 2021-ben járna le az a szerződés, amely biztosítja, hogy magánvállalkozó ne vásárolhasson tulajdoni részt a hajózási cégből. Siófok szeretné 50% fölé növelni a részesedését, hogy többségi tulajdonosként beleszólása lehessen a Bahart értékpapírjainak értékesítésébe is. 7 év múlva lejár az a szerződés, amit a magyar kormánnyal kötöttünk, és amely alapján csak önkormányzatok egymás között forgalmazhatják a részvényeket. Lehetséges lenne a cégnek a privatizációja, ezt mindenképpen meg akarjuk előzni, hiszen egy ilyen cégnek, amely felel a balatoni idegenforgalomért, annak a nemzeti vagyon részének kell továbbra is maradnia. A város ugyanis attól tart, hogy magánvállalkozók apránként kivásárolják a Bahartot, ami akár a cég csődjét is jelenthetné, ahogy azt a Siótúr esetében is tették. A balatoni hajózást Széchenyi István kezdeményezte, Kossuth Lajos írta meg az első alapszabályát. A polgármester úgy fogalmazott, nem szabad megengedni, hogy egy történelmi múltra visszatekintő vállalatot apránként széthordjanak. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a 44%-a tulajdoni hányaddal rendelkező Siófok városának bárki is képviseli, a közgyűlésen minden nemű kikötő privatizációt meg kell akadályoznia, ennek ellene kell szavazni. Siófok szándéka egyértelmű, a kikötő egyben tartása és egy egységes balatoni hajózás létrehozása. A jó hőszigetelés nem csak télen, de nyáron is segít csökkenteni a közüzemi költségeket. Míg a klíma a melegben 5-10 ezer forinttal növeli a villanyszámlánkat, addig egy jó szigetelés mellett ez az összeg akár felére is csökkenthető. A Nemzetgazdasági Minisztérium augusztustól indítja az új, az energetikát támogató beruházásokat. Még a legnagyobb kánikulában sincs szükség klímaberendezésre ahhoz, hogy lehűtsük a lakásunkat. Ez nem csupán a komfortérzetünket növeli, hanem a kiadásainkat is csökkenti, mondja Gősi Béla. A jól szigetelt épületekben a meleg csak lassan jut el a falakig, ezért egész nap kellemes, hűvös marad a lakás. Az emberek többsége azt gondolja, hogy a hőszigeteléssel csak télen a fűtési időszakban lehet spórolni, ám kevesen tudják, hogy megfelelő szigeteléssel nyáron akár 5-7 fokkal is csökkenteni lehet a lakások belső hőmérsékletét. Klímával ugyanez a hatás kétszer vagy akár háromszor több energiafogyasztás mellett érhet. A klíma esetében körülbelül 5-10 ezer forintból lehet egy hónapban, ha nagyon meleg nyár van, kihozni a hűtést. Ha jól le van szigetelve, akkor előbb említettem, hogy 20-40 akár a felére is lecsökkenhet, tehát 5 pár ezer forintra is lecsökkenhet ez az energiaköltsége. Különösen nagy megtakarítást jelenthet ez a panellakások esetében is, amelyek a nyílászárók méretéhez képest nagy falfelülettel rendelkeznek. Mivel könnyen elnyelik a hőt, a nagy és vastag betonfalak nyáron szinte szaunává teszik a lakást, és pokollá a benne lakók életét. E két nem kívánt állapot ellen pedig a homlokzat szigetelésével védekezhet a leghatékonyabban a lakóközösség. Azonban a hőszigetelés a régi építésű családi házak esetében is kifizetődőbb, mint a klíma beépítése. A panel az ugye általában beton, valamilyen beton szerkezetből áll, a családi ház az legtöbb esetben téglából, lehet jobb vagy kevésbé jó hőszigetelésű ez az alapelem. Ha ezt kiegészítjük valamilyen külső szigeteléssel, utolagos szigeteléssel, akkor ebben
mindkét esetben jelentős energiát tudunk megtakarítani. Ha kevesebb energiát használunk hűtésre a nyáron, az gazdasági és környezetvédelmi szempontokból ugyanolyan kedvező, mint a kisebb fűtési energia télen. A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is támogatja az energetikai beruházásokat, a más sikeresnek mondható panelprogram kiszélesedik. A téglaépítésű házaknál, láncházaknál, sorházaknál, családi házaknál is szeretnénk ezt biztosítani. Jellemzően például nyílászárótére volt kizárólagosan, vagy csak szigetelés volt. Most előnyben részesítjük a geotermikus energiát. Európai Uniós forrás, ami a lakossági finanszírozást érinti, az mindegy 200-220 ezer lakást fog érinteni. A támogatás mértékén is változtatnának, az eddigi 30%-ról 50%-ra emelnék a kiegészítés összegét, amire majd pályázni lehet. Feltehetően idén ősztől nyújthatják be kérelmüket az ingatlan tulajdonosok. 10 év alatt megduplázódott Magyarországon az allergiások száma. Jelenleg minden negyedik embernél kimutatható valamilyen túlérzékenységi tünet. Ha a tendencia folytatódik, hamarosan akár minden második magyar allergiás lehet. A nyári hónapokban a levegő pollen terheltsége is magasabb a szokottnál, ráadásul az ilyenkor szokásos meleg idő kifejezetten kedvez az allergiát okozó gombáknak. 18 másik ilyen pollencsapda működik szerte az országban, mint amilyen a szekszárdi ANTS épületének tetején van. A segítségével ma már könnyen megállapítják a szakemberek, hogy mekkora a levegő pollen koncentrációja és milyen annak összetétele. Gál Zoltánné, a népegészségügyi szakigazgatási szerv munkatársa azt mondja, a mintákat a Baranya megyei központba küldik ki értékelésre. Az is megvan, hogy mennyi levegőt szív be a készülék, és ki tudják számolni, hogy egy nap abból a adott pollenből, csalán, pázsitfű, parlagfű, üröm, most ez a parlagfű meg az üröm lassan elkezdi, most a csalán a legtöbb, a pázsitfűfélék, a lórum, ezek az utifű, ebből van most még kicsit több, milyen koncentráció vannak. Orfolyás, viszkető szem, duzzadt nyálkahártya, sokaknak ismerősek lehetnek az allergiás nátha tünetei. A múlt héten az útifűfélék, a pázsitfűvek és a csalánfélék virágpora volt közepes mennyiségben a levegőben. A pollen naptárban az allergiásoknak érdemes nyomon követni, hogy adott időszakban milyen virágporral találkozhatnak, mondja Németh Lídia, tiszti főorvos. Ha nagy koncentrációban vannak jelen pollenek a levegőben, akkor nem ajánlatos az allergiásoknak a szabad levegőn való tartózkodás. Gyakran kell hajat mosni, ruhát naponta cserélni, mert nagyon szeretnek a pollenek hajban, ruházaton megtapadni. Az ágynemű csere is legalább ilyen fontos. Naponta körülbelül 10-15 köbméternyi levegőt szívunk be, ezáltal a parányok milliói kerülnek szervezetünkbe. Az antiallergén gyógyszerek mellett a lézeres kezelések is már bizonyítottak a tünetek mérséklésében, mondja Sranc Robert házi orvos. Ha visszatekintünk egy-két évtizedet, akkor azt kell mondjuk, hogy folyamatosan növekszik az allergiás betegek száma. A súlyossága az változó, hiszen egy páciensen belül is a különböző évekhez visszanézve más és más súlyossági fokban jelentkezik, de a összképében azt mondhatjuk, hogy egyre több allergiás van. Mivel az allergia nem más, mint a szervezet téves immunreakciója egy külső behatásra, fontos, hogy immunrendszerünket erősítsük sok mozgással, egészséges étrenddel. A csütörtöki időjárás részletei előtt következzenek a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Kellő körültekintéssel elkerülhető a baj, kánikula várható a következő napokban. Viszik, mint a cukrot, mindenki a magyar dinnyét keresi. Számolnak és kérdeznek, sikeres a diákmunka program a Tükebusz ZRT-nél. Védik a pécsi platánokat, a csipkés poloska ellen permet ez a biokom. Csütörtökön változóan derült idő lesz, nem várható zivatar és eső sem. Tovább erősödik a kánikula, ezt a gyenge változó irányú légmozgás sem enyhíti. A jellemző hőmérséklet megyei átlaga csütörtök reggel 17, csütörtök délután 29 fok körül alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, viszontlátásra!